Köszöntöm az esti mérleg nézőit. Különlegességgel készül az Alba Régia Szimfonikus Zenekar az új stadion megnyitására. Stadionnyitán című műsorukat vasárnap 17 órakor hallhatja a közönség. És Cselló Fesztiválnak ad otthont Székesfehérvár. Ezzel a két témával várjuk Önöket, maradjanak velünk! Székesfehérváron a zene szeretetét egyre jobban érezzük. A városban ősszel, tél elején több zenei program várja a közönséget. Sok tekintetben mondhatjuk valóban meghatározó városnak Székesfehérvárt regionális szinten is, és országos összehasonlításban is. Ez nagyon sok minden tartozik hozzá, az egyik egészen biztos, hogy a kulturális élete, és ezért indítottuk el néhány évvel ezelőtt azt a munkát, hogy szerettük volna a zenekarunkat először kiemelni a színház alól is önálló intézményé tenni, másodszorban pedig elérni azt, hogy minősített zenekar legyen. Ugye az önálló intézmény már korábban megvalósult, és most már a törvényi feltételeknek megfelelünk, hogy minősítést kapjon a zenekar, tehát egy nagyon elit kulturális klubba lépjen be, és ezáltal rajta keresztül maga Fehérvár is, hiszen csak a legkomolyabb városoknak van ilyen zenekara. Ezt a dokumentációval ellátott kérelmet, pályázatot el is indította a város még októberben, törvényi határidőn belül, és én bízom benne, hogy 2019-ben az állam meghozza az ehhez kapcsolódó pozitív döntéseit, és minősített zenekarként tud tovább dolgozni az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, és 20. január 1-től ez pedig egy megnövekedő költségvetést is jelenthet, hiszen az állami támogatás is belép a minősített zenekarnak megfelelően, hozzátéve, hogy az induláskori kb. 40 millió forint, amit a zenekarra költöttünk, az ma már meghaladja a 300 millió forintot. Ez részben az önkormányzati támogatás növekedéséből, részben pedig a saját bevétel növekedéséből áll elő. De természetesen az mindig akkor fontos, amikor megjelenik a nyilvánosság előtt a zenekar, és erre most megint újabb két lehetőség lesz, hiszen részben a Cselló Fesztivállal november 25 és december 2-a között lehet találkozni fiatal tehetségekkel, köztük Székesfehérvárival is. Azt gondolom, hogy érdemes ezeken a koncerteken részt venni, ráadásul ezek a koncertek ingyenesen lesznek majd látogathatók, és azt gondolom, hogy ahogy ezek népszerűek lesznek, ugyanúgy népszerű lesz az a mondjuk úgy, hogy kísérlet, vagy részben kulturális nyitány, hogy most vasárnap a Sóstói stadionban, a megújult stadionban, annak főépületében egy kb. 500 fő előtti koncertet tart majd a szimfonikus zenekarunk. Ezzel egy kicsit a kultúrába, kulturális életben mozgó embereknek is szeretnék megmutatni, hogy egy igazi új közösségi tér jött létre. 4 órától lesz lehetőség arra, hogy mindenki megtekintse a stadiont, 5 órától pedig egy biztos vagyok benne, hogy nagyon szép koncertnek a részesei lehetnek mindazok, akik eljönnek most vasárnap a Sóstói stadionba. Az új Sóstói stadionban hamarosan megnézhetjük az első meccset, előtte azonban a zene tölti be a komplexumban található 500 fős rendezvénytermet. A stadionnyitány dallamait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar szólaltatja meg vasárnap 17 órakor. A kulturális programnak várhatóan lesz majd folytatása az épületben. Nagyon megtisztelő a felkérés, azért stadiont nem minden nap nyitnak, még Magyarországon sem, és örülünk annak a felvetésnek, hogy ez lehetőséget biztosít ez a hely arra, hogy koncerteket is rendezünk. Most rögtön az elején olyan darabokat választottunk, ami egy picit nem picit, hanem ami jól kapcsolható a stadionhoz, a sporthoz, a küzdelemhez. Hát itt gondolok arra, hogy gladiátorok bevonulása, ami Julius Fucsiknak egy remek indulója. Sokan mosolyogni fognak talán, mikor meghallják, mert szerintem mindenki nagyjából ismeri. Aztán lesznek ünnepi indulók és himnuszok. A műsorban lesz például a Trónok harca, ami megint csak egy közkedvelt sorozat és annak a zenéje, tetejében annak egy különleges feldolgozása két cselló szólójával, de lesznek természetesen klasszikus lágerek. Itt gondolok például Vivaldi 4 évszakából egy tétel, vagy Dvorák szláv táncai közül egy, úgyhogy egy nagyon színes műsor lesz. A karmestere a koncertnek Kollár Imre lesz, akit szintén már ismernek a székesfehérváriak, az egyik évben a Parlami Demóra koncertnek volt a karmestere, úgyhogy egy fiatalos, lendületes, szórakoztató műsort láthat a közönség, és erről gondoskodik még továbbiakban Kozári Ferenc is, aki az estnek a házigazdája lesz. És akkor ez ugye a stadion nyitása is lesz, vagy nyitánya is lesz, akkor várhatóan lesznek még az Alba Régia Szimfonikus Zenekarnak koncertjei a stadionban?
Mindenképpen először annyit mondanék, hogy most kipróbáljuk, hogy hogy működik. Ha ez jól működik, akkor nagyon boldogan megyünk vissza oda. Az ősz folyamán tél elején a zene egyre inkább központban lesz tehát városunkban. November 25-től Nemzetközi Cselló Fesztiválnak ad otthont Székesfehérvár. A Cselló Fesztivál egy hete jó alkalom arra, hogy a különleges képességű magyar és külföldi csellisták megmutatkozzanak és tanuljanak. A 22 résztvevőt brazil, svájci, csilei, német, brazil és magyar mesterek mentorálják majd. Én fehérvári vagyok, itt születtem, de nem itt éltem, mert Várpalotán dolgozom, még most is, és ott szerveztük 2000-ben legelőször a nemzetközi cselló versenyt, David Popper versenyt, és olyan nagy érdeklődés van a verseny iránt, és olyan magas színvonalú csellisták érkeznek, hogy ennek a folytatásaként gondoltuk, hogy a Fehérváron a nemzetközi fesztivált megrendezhetnénk, ami talán így minden második évben megközölhetné a versenyt. Mit teszi nemzetközivé ezt a fesztivált? Honnan jönnek ide a csellisták? Egészen pontosan hogyan kell elképzelni ezt a jó sok napot? Négy nemzetközi hírű professzor lesz a fesztiválon, ha megengedi. Márcio Carneiro, brazil-svájci professzor, Olaf Niesing, ő német-chilei professzor, Matias de Oliveira Pinto, brazil-német professzor, és Oncai Csaba professzor emeritus. Ők négyen fogják tanítani a fesztivál résztvevőit. Elsősorban mesterkurzusokon vesznek részt, és ezen kívül pedig különböző formációban összeállított cselló együttesekben fognak játszani. Mi ennek az egész fesztiválnak a célja, mire ad lehetőséget ez a csellistáknak? Hát először is nagyon sokat fognak tanulni, nem csak a professzoroktól, hanem egymástól is. Ahhoz, hogy valaki valóban nemzetközi csellista legyen, nem pont nemzetközi hírű, de nemzetközi élvonalban lévő csellista, nagyon sok tapasztalatra kell szert tennie. Mindenféle országban más iskolák azok, amik hát nem divatosak, de amik működnek egymástól, nagyon sokat lehet tanulni. És hát így válik egységessé talán a tanulmányuk a cselló tanulás folyamán. Főbb bemutatkozási lehetőségek is lesznek különböző helyszíneken, hogyha erről egy kicsit bővebben beszélnek nekünk, hogy hol láthatja a közönség, hallhatja a csellistek. Előjáróban mondanám, hogy mindegyik hangversenyünk díjtalan, illetve maga a fesztivál, a kurzusok is ingyenesen látogathatók. A nyitó hangverseny a zeneiskola dísztermében lesz 25-én 6 órakor. Itt elsősorban szólóműveket adnak elő a csellisták, az ifjú csellisták. Szerd 28-án, szerdán délelőtt 11 órakor lesz egy koncert a Szent István Művelődési Házba. Ezt a város fiataljainak szervezzük, gimnazistáknak, meg általános iskolásoknak. Ezen a hangversenyen a szólóműveken kívül már lesznek cselló együttesek is. 29-én este 7 órakor szintén itt a Szent István Művelődési Házba lesz a felnőtt hangverseny, ahol az Alba Régia Szimfonikus Zenekar közreműködésével 3 cselló verseny fog elhangozni az első fél időben. A különlegessége, hogy mindegyik tételt más-más ifjú tehetséges csellista fogja előadni. A második felében pedig a cselló együttesek játszanak, illetve 2 ősbemutatóra is sor fog kerülni. A fesztiválra komponált a Vörös Janka 5 csellóra írt és énekhangra írt művét, valamint Tóth Péter szvítjét fogják előadni a fesztivál résztvevői. A záró koncert itt a Himmer házban lesz december 2-án este 7 órakor, és ezen a koncerten a fesztivál legjobbjai fognak bemutatkozni a
cselló együtteseken kívül természetesen. Székesfehérvárról egy csellista vesz részt a fesztiválon, Hirics Csenge. Ha jól tudom, akkor egyedüli fehérváriként leszel a cselló fesztiválon résztvevő. Miért gondoltad fontosnak, hogy elindulj el ezen a nemzetközi fesztiválon? Hát hajtáig tanul az ember, főleg a hangszeres tanulás az igazából sose ér véget, tehát mindennapos gyakorlás és mindennapos fejlődés az, ami elengedhetetlen, úgyhogy hát ezért, meg hogy fehérváriként ez így nagyon kényelmes, hogy ide jön gyakorlatilag a fesztivál, úgyhogy ezért mindenképpen úgy gondoltam, hogy eljövök. Azok, akik itt lesznek mesterek ezen és kurzusokat fognak tartani, őróluk mit tudsz, mit vársz ezektől a kurzusoktól? Hát nagyon jó külföldi tanárok fognak jönni, illetve egy magyar tanár lesz. Az, hogy sok külföldi jön, az nagyon jó, mert más kultúráknak is más szemmel néznek ugye az emberre, és ez így globálissá teszi igazából. És ugye itthon nyilván az ember nagyrészt magyar tanároktól tanul, viszont az nagyon jó, hogy ilyen alkalmakkor lehetőség nyílik külföldiektől is. Csellózom, és ez egy egészen véletlen folytán született ez a hangszer, ugyanis beiratkozni voltam édesanyámmal a zeneiskolába, és egyszer csak meghallottam így egy folyosón így egy hangot, amit addig még sosem. És akkor ez így bármilyen hangszer is legyen, én ezt akarom. És így ez a cselló hangja volt, és így igazából szerelem első hallásra. Mivel másabb szerinted ez a hangszer, mint mondjuk egy hegedű, vagy egy nagybőgő, vagy egy más vonós hangszer? Mennyivel ad neked ezt többet? Hát minden hangszer a maga módján ugyanannyira nehéz. Ez talán a személyiségünk válogatja meg, hogy kinek mi az, ami igazán testhez álló. Úgyhogy én a csellón találtam meg így a hangomat, kifejező eszközömet, úgyhogy igazából ez az, ami számomra megkülönbözteti. Bach, C-dur, szarabandját játszottam bent is és kint is. De ezt nem fogod hozni elméletileg ugye ide a fesztiválra. A fesztiválra mivel készülsz? Mi van a repertoárban? A fesztiválra Haydn D-dur cselló versenyének az első tételével készülök. Játszok egy Dallabaco Caprice-t, ez egy barokk mű, illetve egy Ligeti szólószonátát játszok még majd. Hogyan állítottad össze így a repertoárt erre a fesztiválra? Miért pont ezeket a műveket választottad ki? A cselló verseny az adott volt, mert ugye lesz ez a zenekari kíséretes szóló koncert lehetőség, és ugye meg volt adva, hogy hány milyen művekből lehet válogatni, hogy az ember erre bekerüljön, és hát értelemszerűen abból volt az egyik ez. A többi pedig az éppen aktuális tanulmányaimat tükrözi, mert hogy én a Győri Egyetemre járok jelen pillanatban, a klasszikus Gordon Kettet tanulom, és ezek, amik éppen
kézben vannak, ezeket tanulom most. A hangversenyek ingyenesen látogathatók. A zeneiskola dísztermében a nyitó hangversenyen november 25-én 18 órakor elsősorban szólóműveket hallhat a közönség. Köszönjük figyelmüket, az Esti Mérleget látták, holnap újabb témákkal várjuk Önöket, viszontlátásra!